Ebben a kapos szekcsői házban élt a volt rendőr a feleségével és két közös gyermekükkel együtt. A nő és a férfi viszonya már régen megromlott, a nő ugyanis megcsalta őt. Az ex-rendőr emiatt vágta el a házban lévő egyik gázcsövet, majd a kiáramló anyagot meg is gyújtotta, kisebb robbanást előidézve. A környéken lakók közül többen az utcáról figyelték a történteket. Ide jöttem, és akkor nézem, hát ott van az Pista. A kezébe így durunk, azt a két ablakot kinyomta. És utána meg dobott valamit ki. Egy másik szemtanú a telefonjával készített videókat. Ezeken a képeken már látszik, hogy a tűzoltók és a mentők, valamint a rendőrök mellett a TEK munkatársai is a helyszínre érkeztek. A szemtanú 4 lövést hallott, ezt követően azt látta, hogy a néhány perce még őrjöngő férfit hordágyon vitték ki az épületből. Itt állt a mesterlövész, és ugye nem akart kijönni az úriember a házból, és elkábították, 4 nyugtató löveréket adtak rá. A férfi mentális állapotát 3 szakértő is vizsgálta, mindannyian arra jutottak, hogy nem szenved kórus elmebajban, ugyanakkor személyiségzavara van. Ez okozta az öngyilkossági szándékot is, aminek következményeivel tisztában volt az egykori rendőr. Az utolsó szójogán hétfőn azt mondta, megbánta, amit tett, és azóta rendezte az életét. Ezért azt kérte a bírótól, ne küldje őt börtönbe. A bíró végül mégis úgy döntött, letöltendő börtönbüntetésre ítéli a robbantással fenyegetőző férfit. A bíróság a vádlottat 1 év szabadságvesztés büntetésre és a közügyek gyakorlásától 2 évi eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatát a bíróság börtönben állapítja meg. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a férfi ügyvédje és az ügyész is 3 nap gondolkodási időt kértek.